Magyarország egyedüli tagállamként nem támogatta azt az Európai Unió szándékot, hogy rovarokat hozzanak forgalomba élelmiszerként és élelmiszer összetevőként az Európai Unió területén. Az Európai Bizottság ezzel gasztronómiai hagyományainkat, étkezési szokásainkat sorolja veszélybe. A magyar gazdák mindig kiváló minőségi alapanyaggal, friss és jó minőségű élelmiszerrel látják el a magyar lakosságot. Nem kell sem élelmiszer, sem pedig fehérje hiánytól tartanunk.